A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik a március 1-i horti emlékfelvonulásunkról előállított békés gárdisták bíróság elé állítása miatt, miközben a Nemzeti Összefogás seregszemléjén megjelent balliberális ellentüntetőkkel szemben nem indult semmilyen eljárás. A jelenlegi kormányzat bűne, hogy a magyar gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették, abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki közterületen a közbiztonság közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, az szabálysértést követel. Pedig az önkéntes erőket nem üldözni, hanem hasznosítani kellene állami támogatással, állami irányítással. A Mi Hazánk mozgalom rendpárti programja is ezt tartalmazza. A Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján 10 szervezet nemzeti összefogásával tartott ünnepségen, seregszemlén a gárdisták pusztán méltóság teljes módon felvonultak, illetve a Szent Korona másolatát tartották, ezért vegzálta őket a rendőrség, ugyanúgy jogtalanul, mint később a deáktéri lincselés miatt megemlékezőket, több tucatnyi résztvevő ellen indítva eljárást. A Mi Hazánk szerint a kormánynak, illetve a rendőrségi és ügyészségi szerveinek inkább a bűnözőkkel szemben kellene fellépniük. Azért vagyunk itt a bíróságon, mert úgy gondolt az ügyészség, hogy bűn az, ha valakik részt vesznek hazafias öltözetben és lelkülettel Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó emlékére szervezett emlékmeneten. Ez történt idén március 1-én, Szent Korona másolatát is vitte magával néhány hazafi bajtárs, és most gyülekezési szabadság megsértése miatt állítják őket bíróságra, képtelen váddal, úgyhogy az a feladatunk, hogy most ebben az eljárásban megvédjük őket, hiszen téves jogszabályértelmezésről van szó, jelenleg Magyarországon nem tiltott hagyományőrző viseletben megjelenni rendezvényeken, és békésen, de határozottan kinyilvánítani, hogy Magyarország mindörökre magyar maradjon, és Magyarország a magyaroké, úgyhogy ennek szellemben fogok én is nemzetjogvédőként harcolni most ezért az 5 meghurcolt magyar hazafiért. Előállítottak a Gyorskocs utcai fogdára, hogy nem megfelelő volt az öltözékünk, és ezzel bűncselekményt, véleményük szerint bűncselekményt valósítottunk meg, mert hogy félkatonai szervezet egyenruhájára emlékeztető ruhába jelentünk meg. Itt ez abszolút nem áll meg, mert ugye, hogyha minket a magyar gárdával hoznak összefüggésben, akkor is az egy nem felfelügyverzet, így nem félkatonai szervezet volt. Nyilván ez érezhető, ez a mesterkéltség, érezhető az, hogy az ügyészség, rendőrség próbálnak valamit összetákolni, ugye, mert fölülről nyilván ezt az utasítást kapták. Gyakorlatilag nekem az érzésem most így vegyes, mert nem tudom, hogy most a középkori boszorkányperreknek az érzése lehet bennem, vagy a Kim Il-sung elvtársnak a ruha előírásai Észak-Koreában, vagy esetleg a 70-es évekbeli huligán üldözés, amikor valakinek hosszú volt a haja, és ezért üldözték, mint huligán. Tehát nagyjából egy ilyen feeling. És hát minden tiszteletem a tisztelt bíróság és az ügyész hölgyé, hogy ezt röhögésmentesen meg tudják oldani, hogy ennek az ügynek komolyságot adjanak. Tehát ez szerintem egy ilyen szánalmas dolog, hogy 2020-ban itt tartunk. Egyszerűen a ruhabűnözésről beszélünk, amikor valószínűleg sokkal komolyabb problémák is vannak ebben az országban. De hát állunk elébe ennek a pernek, idézésnek, és hát meglátjuk, hogy mit kerekítenek ki belőle. Tehát nyilván ez most büntett vétségként van apostrofálva, tehát ők ezt akarják ránk húzni, ami letöltendő börtönnel is büntethető. Tehát egy nagyon, nagyon komolyan megvádolnak minket. Nem tudjuk, hogy hát mi lesz, hogy lesz, mint lesz, de hát reméljük, hogy ezt a nevetséges ostobaságot, ezt nem fogja a bíróság annyiban hagyni, és nem, tehát bízom a bíróságnak a pártatlanságába, a függetlenségébe, ha már a rendőrségnek nem sikerült, és hát reméljük a legjobbakat, hogy felmentenek minket, mivel semmilyen bűncselekményt nem követtünk el. A bíróság megtartotta az előtt.
előkészítő ülést, ahol az öt vádlott nem ismerte el bűnösségét, és a védelem továbbra is kérte az eljárás megszüntetését bűncselekmény hiánya miatt. Kértük az ügyészséget is, hogy a nyilvánvalóan megalapozatlan vádat ejtse. A tárgyalás tartást kértük egy öt oldalas részletes jogi indokolással, ennek figyelembevételével kértem az eljárás megszüntetését, ez nem történt meg. Indítványoztam azt, hogy a rendőrség helyszínbiztosítási parancsnokát, illetve azon rendőröket is idézze meg a bíróság, és hallgassuk meg, akik a vád alá vont hazafiak tekintetében úgy nyilatkoztak a tüntetés előtt, hogy semmi probléma nincs az öltözékükkel. Arra utal, és akkor ezt elutasította a bíróság, ezt az indítványt, és érdemi tárgyalást tűzött ki, amelynek időpontja 2021. január 14, 9 óra, ennyi a távirati stílusban, amit ide lehetett mondani. Mire számíthatunk akkor a következő tárgyaláson? Hát nagyon úgy tűnik, hogy az ügyészség semmiképpen nem kíván ugye visszalépni ettől a megalapozatlan vádtól a bíró attitűdjén, meg azt látom, főleg a bizonyítási indítvány elutasítása formájában, hogy hát nem tűnik a nagyon nyitottnak egyelőre a védelem érveire. De hát elmondtam még egy kiegészítő évként, hogy miért vajon az ügyészség miért gondolja azt, hogy ez a öt hazafi, akik a Szent Korona másolat tényleg méltóságteljes vitelében működtek közre a Vitéz Nagy Bajnok Miklós emlékmeneten, vajon ők miért lennének erőszakot közvetítők vagy félelmet keltők, ha közben tudjuk azt is, hogy a vonuláson részt vett szerencsére nagyon méltóságteljes körülmények között egy fehér lovon ülő úriember, aki a nemzeti hadsereg korabeli egyenruhát viselte. Nyilvánvaló, hogy az ő esetében nem lehet szó megfélemlítésről, de ha valami okot adhatott volna, az sokkal inkább az, hiszen ugye végül is voltak bizonyos erőszak cselekmények, amelyeket a vörös terror megkorlása körében a nemzeti hadsereg végrehajtott, tehát a rendőrség szerint ez nem az, viszont az öt hazafi, akik nem a gárdista, a gárda egyenruhát viselték, de egyes elemeit viselték a korábban betiltott magyar gárdának, szerintük csak ők azok, akik erőszakot vagy félelmet keltő öltözetet viseltek tüntetésen, hát egyik sem nyilván ez a megoldás. Felmentésért dolgozunk, bízunk a felmentésben, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.